itt, szólj hozzám, haver, jól vagy? Igen, meg vagyok. Nincs is jobb, mint egy hónajban kezdeni a napot. Oké, levágtuk. Te alfahím vagy, mi meg nem. Csak húzd be, és már itt sem vagyunk, jó? Na figyeljetek, gyékok. Ezentúl haverok vagyunk. Vili? Na, levágtuk. Várj. Mi? Igen. Csúcs lesz, a legjobb haverok örökre. Király. A fejfogás, sportoló ölelés. Király. Csővász tesó egy és tesó kettő. Igen. 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 Ez véletlen volt. Melyik része? Az ölelés, vagy netán a dezodorja íze? Zselé-stift. Extrém dermesztő 2009. Csúcs, hogy haverok lettünk Daviddel. Ez dobott a népszerűségünkön. A gondolat felhívott. Miért akar egy ilyen ürge velünk haverkodni? Ethan, ajándék havernak, ne nézd a fogát, vagyis még a szemébe se néz. Hé, hey, akarsz randizni? Elismert a haverjának David. Fordulj fel! Ó, látod? Szóba állt velem. Ez eddig még sosem történt meg. Van valami az ürgében. Azon kívül, hogy óriási, és népszerű, és tök nagy arc. Ez bolha lenne? Mondd, hogy nem vagyok bolhás. Ez bolha. Matthew Knight, Szalai Csongor. Vanessa Morgan, Andrádi Zsanek. Atticus Mitchell, Ungvári Gergő. Cameron Kennedy, Timon Barna. Két tag, Sipos Eszter. Laura de Carteré, Orosz Anna. Eric Cohen, Juhász György. John Gregson, Fabó Györgyi. Ella Jonas Fallinger, Herman Villa. Brent Aljának, Gál Péter. Vámpírunk a gyerekcsősz. Gyerünk! Ez is kezdő vámpír erő. Nem erő, inkább előny. Kösz. Na, hol az új sportoló haverotok? Láttalak titeket Daviddel. Furi ez az egész. Mintha az oroszlán haverkodna egy zebrával. David! Hé, hey, Pajti, pofás kásza. Nagyon bírom. Kinek van két hüvelykje, három potyacsokija, és David a legjobb haverja? Úgy van. Nekem. Már látom, mire gondolsz. Ez még rosszabb. Totál befészkelte magát az életembe. Sziasztok. Szia. Ki? David Stachowski. Én vagyok Steven. Ethan új haverja. Jó arc. Ugye sportolsz? Igen, csapatkapitány vagyok. Tényleg? Melyik csapatban? Azt hiszem mindegyikben. A mi bajnokunk nagy menő matléta. Az is elég durva sport. Sisakot visel. És ha felzabálja a kajátokat, az még nem ok a szakításra. Ez nem minden. Az ürge vonyít. Juhú, ingyen csoki! Sok ürge szokott vonyítani. Ez olyan sportoló állatszokás. Kétlem, hogy csak nekem tűnt fel, hogy milyen szőrös. Megfésülnéd a hátam? Na és a szőrös, sok ürge szőrös. Ez csak szőrös pasi dolog. Alapmatek. Vonyítás, meg szőr, meg ez a város. Egyenlő. Szuper. Vérfarkas. Vérfarkas. Ethan, nem minden természet feletti, csak megszállott vagy. Igen, David meg rájött, milyen jó arcok vagyunk. Nézd, bebizonyítom. Hölgyeim. A haver vérfarkas. Oké. Bebizonyítjuk, hogy vérfarkas, majd rájövünk, hogy mit akar. Nekem jobb dolgom is akad, mint szőrmokok kukkolása. Például mi? A foci válogató. Szerintem komolyan mondta. Ez esetben tuti nem lesz semmi baj.
Ne haragudj! Felejtsd el, ide olyan lányok kellenek, akiknek arca is van. Azt hiszem, rázkódást kaptam. Milyen rázkódásnak hívják? Próbálkozz a birkózással, vagy az utcai harccal. Hadd találjam ki. A foci ugyanúgy ment, mint a tenisz, és mint a röpi, és mint az évkönyv. Szeretnék kezdeni magammal valamit. Valamit, hogy érezzem, hogy normális vagyok. Már nem illesz az emberek közé, Sarah. Miért harcolsz ellene? Állj át a menő oldalra. Mindenki tudja, hogy csúcsa nagy fog. Ha? Tedd már el! Davis Tachowski vagyok, amit bizonyára már úgy is tudsz. Dumáltál a haverokkal, és ha a haverja vagy a haverjaimnak, akkor idegesítő vagy? Ó, és leborotválhatnád még egyszer a homlokodat. Kihagytál egy foltot. Hé, Erika vagyok! Ne akarsz felhívni? Bármikor! Ethan azt hiszi vérfarkas. Szerintem meg csak balfék. Nem ő, akivel járni akarok. Olyan helyes és állatias. Igen, nincs is jobb, mint hozzábújni és az ujjaddal babrálni a hátszőrében. Milyen igaz? Haver, van egy varázsige, ami bebizonyítja, hogy David vérfarkas, Canina lupus. Ráolvasom és bum, karmok és fogak. Videóra vesszük, feltesszük a netre, 2 millió kattintás. Kacsunk! Dolcsi, csajok! Benny! Kihagytad a harapást és a tetemeket. Ha vérfarkas van a suliban, mindkettőből lesz. Érdekel, hogy farkas-e? Jobb, ha most tudjuk meg, és rögzítjük. Mert pénteken teli old van. Ha David tényleg vadi állat, jó pénzt hozhat. Hely is kacok! Ki a parti állat? Ugye, hogy én vagyok? Ha nem, David az, de hagyjuk ezt. Szóval bulit csaptok. Mivel a pénteken tök szabad. A szombatom is, és a vasárnapom is. Bocs, Rory, de elugrunk egy fokhagyma és szoli ágy bulira. Klassz lenne, ha jöhetnél, de tudod, a végén még meggyulladnál. Tényleg. Legközelebb? Igen, na-na. Majd még ütközünk. Ez durva volt. De kellett. Ha David tényleg vérfarkas, Rory-t szétszaggatná. Ők meg a farkasok ős ellenségek. Ahogy te meg a csajok. Na jó, csak egy kis bőbá és minden szőrösebb lesz. Nézd csak, Dinka 12 óránál. Rajta a szőrös csapat! David! Hé, genya, vigyázz az arcára! Benny, most csináld! Süsd meg! Süssem meg! Ez varázslat, nem a Star Wars. Másik gyík univerzum. Domlát, Lupus, Gorkanot! Benny! Bocs, haver, de izgulok. Egyébként ne parázz, nem vagy farkas. Nem árthat. Domlát, Lupus, Gorkanot! A kamerát! A kamerát! Vedd már elő! Igyekszem! Ott a kamerát! Haver, ez nem is vérfarkas. Elég. Csak egy módon derül ki. Fedez. Bemegyek. Mi? Fedezzelek. Mit jelent ez? Mi? Hé, Benny! Benny! Bocs, haver. A labdát látok. Ugrom érte. Semmi vész. A kórházban összeraknak. David! David! Ez a csaj súlyosan bekattant. Mi baja van? Erre még nem sikerült rájönnünk. A helyedben rohannék. Szerelmi ölelést akarok! David! Szeretlek! Szóval nem buktattuk le. De király felvételem van arról, hogy a földre terítenek. Tökélj a YouTube-ra. David tutira vérfarkas. Miért? Nem, a buktátok nem hatott. Semmi baja. Nem, bíz bennem. Farkas. Láttam. Látomásom volt. Akkor nagy gázban vagy. Légy, mondd, hogy nem változom át holmi farkas sportolóvá.
Kizárt, nem így működik. Vérfarkas, gyík leszel. Benny, Benny! Azt hiszem, átváltozom. Ma reggel kergettem egy kocsit. 17 utcán át. Csak az országúton veszítettem el. Lenyugodnál? Megkérdeztem Google professzort. Ha megharap a vérfarkas, amikor farkas, akkor változol át. Téged pedig megkarmol David sportolóként. Sziasztok! Sziasztok! A ti David haverotok igazán sármőr. Attól még ő az ős ellenséged. Vagy talán csak kretén. Miss nyakharapó nem hisz a vérfarkasokban. Ho-ho-ho, Ethan, mi ütött beléd? Na, most kik az ős ellenségek, ha? Minek neveztél? Nem kell rögtön vérfogat növeszteni. Szóval, lépjünk tovább. A szimbólum, amit láttál, utána néztem. És figyelj, egy visszafordító bájital. Bájital? Másátokra is hat? A vámpirátokra? Miért? A foci csapatban talán tilos a vérszívás. Talán jó másátokra is. David pedig meg akarja találni még telihold előtt. Mi lógunk a suliból. Segíts megtalálni a bájitalt. Most. Mi még nem végeztünk. Szürkület 5. A hold. Szia, szőrös lelkitársam. Csőváz, dinka, zaklató csaj. A sorsunk egymásba fonódott. Átokként sújt le ránk egy tiltott románc, még a falkát szét nem tép, mert megszegted az ősi törvényt. Ezt egy könyvből szedted, mi? Nem, egy könyvből. A könyvből. Szürkület 5, ha érdekel. És nem ártana, mert csúcs, és el kell olvasnod. Képzeld, most indulok a könyvesboltba. Olyan, mint a Rómeó és Júlia. Csak hegyes fogakkal, Harry nélkül. Mit keresel itt? Megkérdezem, jössz-e ma este a nagy bulira? Milyen bulira? Ethan és Benny azt mondták, David egy nagy parti állat. És Ethan szülei elmennek a péntek esti randiukra. Szóval partizni fognak Daviddel, és engem meg nem hívtak meg. Igen. Hogy volt hozzá képük, hogy kihagyjanak? Szívem! Na, ki szerzett két last minute jegyet a curling a musicalre? Ne aggódj, Pajti! David barátod segít vigyázni Jane-re. Mi? Hű, nézzenek oda, öregem! Hogy kinyalták magukat? Gyilkos buri lesz, bajnok? Igen! Na, figyeljetek, tudom, hogy ma este telihold lesz, de azért ne örüljetek meg. Menjünk! Okay? Jó étvénk! Sziasztok! Sziasztok! Na, haver, lenne hozzád... Haver, tudom, hogy vérfarkas vagy, és tudom, hogy ellenszert keresel. Tehát mégiscsak látnak vagy. Ó, tudtam! Vagy nyilvánvaló vérfarkas nincs is. Nem kell látnoki tudomány. Ugye tudod, hogy van bolhaírtó? Akkor nem is kertelnék. Haverkodom, mert reménykedtem, hogy segítetek megtalálni az ellenszert. Csak egy szimbólumot láttam, de... Gőzöm sincs, mit jelent. De ma este telihold lesz. Azt akarod, hogy fenevaddá változzak? Hát, én... Te nem is sejted, milyen nehéz visszafogni. Önmagam akarok lenni. Nem ártani másoknak. Széttépni őket. Összetörni a vékony karjaikat. Várj! Szavadat ne feledd! Figyelj, megkérdeztem minden agyastól, de senki se értette ezt a szimbólumot. Olyan, mint 6 metrikus tonna agyasság és semmi. Benny, nagyon kéne az ellenszer. Akkor kénytelen leszek a nagyágyúhoz fordulni. Mi az? Valami titokzatos weboldal? Totál titkos. Bocsáss meg egy percre. Ethan, most olyan vagy, mintha egy csomagtartóban lennél. Ott vagy? Megint csomagtartóban rekedtél? Benny, megtörténik. Ethan, tényleg tudnunk kell, mit jelent? Nem tudom. Visszafordító bűbáj. Talán olvassátok visszafelé.
Baharat. Klassz, most már sokkal értelmesebb lett. Nem. Így teljesen észszerű. A baharat egy mágikus kör kövekből. Látod ezt? Várj. Láttam már. A házatok mögötti parkban. Ethan, nagyon kérlek, ne szólj Davidnek. Előbb kell odaérnem. David nagyon akarja azt a bájitalt. Nem igazán csípi a vérfarkas létet. Akkor is tartsd erről a szád. Közbeni, szuper király vagy. Szívesen, Sarah. Uh-huh. Elment már. Haver, ez durva. Kösz, hogy megnyugtattál. Várj. Ez feltehetően az én hibám. Eltalált a bűbájom. Lehetséges, hogy attól lettél farkas. Fordítva mondtad? Megint? Ó, nem. Vérfarkassá tettelek. Mindjárt jövök. Hű, de gyors a haver. Na most már buli van, mert megjött a parti állat. Nélkülem nem igazi a parti. Csak hogy tisztázzuk. Hol van az én szőrös férfi állatom? Ma este megtagadja farkas természetét, és bevallja igaz, halhatatlan szerelmét irántam. Furi vagy? Te meg törpe. 8 vagyok. Ő meg arra van. Hé, férfi állat! Megjöttem! Ó, csak ezt ne! Hol van Ethan? Hé! Bulit rendezett, és nekem nem szólt? Te kutya! Kutya? Ó, haver, ne a gyűjtői galaxatakány nem ün, még lepisiled. Benny, csak kerülj messziről. A hold, már átváltozom. Oké, nyugi. Én szúrtam el. Én hozom rendbe. Willy, most pedig egy kis... Corvus Trigon. Még mindig szőrös vagyok. Oké, haver, nyugi. Meggyógyultál. Hidd el, hamarosan le fog kopni. Na gyere, menjünk bulizni és keressük a vérfarkast. Mi? Ki szervezett bulit? Hát te. Na keressük meg Davidet. Végre megint ember leszek. Hé, Sarah! Talált ki most a parti állat! Megsúgom! Én vagyok! Igen! Téves riasztás. Csak egy idióta. Hé! Hey, lenne egy VIP szoba! Ne bánts! Csak híressé akartalak tenni. És gazdaggá maga. Használ drága játéknak. Azt hittem, barátok vagyunk. Hé, hey, mi a nagy helyzet? Rossz kutya! Tettél vele? Meggyógyítottam. Mit szólnál hozzá, ha én is meggyógyítanám a te fiúdat? Ethan? Tényleg? Fúj! Fúj! Ezt jobb, ha eltakarjuk. Hol van David? Ez David? Vagy ez milyen béna? Klassz. Ez kell az internetre. Egy cuki, állatos videó. Hé. Csak szeretném megköszönni, hogy megmentettél. Feláldoztad magad értem. Én nem is tudtam, hogy ennyire bírsz.
Ne szállj el magadtól. Davidnek hittelek. És meg akartad enni a teljes gyíkegységet. Joe, nézd, milyen menők vagyunk. Emlegetett szamár. David megtanít a csajozós trükkjeire. Bár nem minden űrge tud ilyen gyönyörű csajokat felszedni. Tényleg? Áldozatot hoztál, értem. Hadd köszönjem meg. Kapd el. Bocsi, de nem nagyon bírom a kutyákat. Magyar szöveg Vajda Evelin, hangmérnök Heisler László, vágó Szemerédi Gabriella, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Maukner József, produkciós vezető Hegyi Eszter. A szinkront a Disney Character Voices megbízásából a Digital Media Services készítette.